A RoboCup egy kutatási-oktatási projekt, amelyet az USA, Japán és Németország kezdeményezett 1997-ben. A verseny célja, hogy a robotfejlesztések és a mesterséges intelligencia kutatások előrehaladását teszteljék a világ valamelyik országában rendezett versenyen. Magyarországon először 2007-ben szervezték meg az első robotok versenyét, és azóta egy év kivételével minden évben képviseltük hazánkat a világversenyen. Az országos versenyen idén 120 fős diáksereg vesz részt. 12. Magyar Ifjúsági Robotkupát szervezzük meg két részletben. Az egyik részlet itt Nyíregyházán, a Nyíregyházi Egyetemen zajlik majd február 23-án, azaz most pénteken. Három ligában indítjuk a versenyzőket. Az egyik a foci, ami a kezdetektől mindig szerepel ez a versenyszám. A másik a színpadi előadás, és egy harmadik versenyszám a társtér vagy co-space liga. Ez a Pingvin robot a színpadi előadás versenyszámban fogja bizonyítani a nyíregyháziak tudását. A készítők országos viszonylatban is egy újdonsággal készülnek, hiszen ők az elsők a robotika történetében, akik a robotszínészeket Tetris alkatrészekből rakták össze. Attila és Samu már 2 éve a robot szakkör tagja. A roboton több mint 4 hete dolgoznak, és már csak apróságok hiányoznak a tökéletes működéshez. A csapatban mindenkinek saját szakterülete van. Vannak, akik a robot elektronikájáért, vannak, akik a programozásért, és vannak, akik a szellemi munkáért felelnek. Attila az előadás történetéért volt felelős, és bár egész kis apró történetről van szó, véleménye szerint megható lesz. A kis pingvin egy halat kergetve eltűnik a jégtáblák között, elveszik, miközben a szülők veszekednek. A szülők ezt észrevéve egymással is kezdenek veszekedni, aztán a kis pingvin keresésére indulnak. A történetben szerepel még egy robothal is, amit az egyik csapatársam Samu rakott össze. Nagyon ügyes rác szerintem, ő a csapat lelke. Szóval a kis pingvin kergeti a halat, és elveszik a nagyok, meg utána mennek, és végül megtalálják. A RoboCup projektnek rendkívül fontos küldetése van, hiszen ezeken a versenyeken a diákok óriási tudásanyagot szereznek, és nemzetközi kapcsolatokat építenek ki.